Lovaskocsis lóhátas felvonulással vette kezdetét a behajtási ünnep és Csikós Fesztivál Tótfaluban, ahol több tucat lovas gyűlt össze. Körbejártak a falu utcáit, ki lóháton, ki pedig lovaskocsin ülve. Fiatalok és idősek egyaránt kilátogattak a rendezvényre. Én nagyon szeretek az ilyen lovas találkozókra járni, főleg az ilyen ünnepélyesebbekre. Ugye mi Koromhegyestről indultunk, és az út is nagyon jó volt. A szervező Almás Vasderes Hagyományápoló Egyesület tagjai hagyományteremtő céllal szervezték meg a rendezvényt. Szerettük volna megpróbálni, hogy vajon sikerül összeszedni a környékben lovasokat, juhászokat, illetve azokat az embereket, akik a valamikori hagyományos lótartással foglalkoztak. És igazándiból szeretünk lovazni is, viszont az Egyesületünknek az alapja és a lényege is a hagyomány őrzés, ugye, ápolás. A programok ideje alatt kirakodó vásár is várta a látogatókat, de a finom falatok sem maradtak el. Pirkapörköltet, csikós tokányt és slambucot is lehetett kóstolni.